fanfár hangjával vette kezdetét a megyei díjkiosztó gála. A Prima Primissima és a megyei Prima gálák több mint másfél évtizede igyekeznek megmutatni mindazokat az értékeket, amelyeket a kategóriák jelöltjei teremtenek az itt élőkért. Az elmúlt 15 évben eddig 45 kiválóság vehetett át megyei Prima díjat. A rendezvény fővédnöke idén a megyei közgyűlés elnöke volt. Nagyon várva várt esemény minden évben ez a fantasztikus társadalmi esemény, amelyben a kultúra, sport, tudomány kiválóságait ünneplik a megyében a vállalkozók. Ez a vállalkozóknak köszönhető ez a díj, valóban olyan társadalmi kezdeményezés, ami már majdhogy nem nagykorú, és reméljük, hogy a felnőtt érett férfi korában is itt az utódaink is itten ünnepelhetik a megye kiválóságait. Az elismerések legfőbb célja, hogy őrizzük meg a magyar értelmiség eredményeit, végezzük a továbbiakban is a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport erősítését, és ismerjünk el egy olyan cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében, mondta el köszöntőjében a VOSZ megyei szervezetének elnöke. Nagyon mély a merítési lehetőség ebben a megyében, tehát annyi tehetség van, amíg el nem kezdtük ezt a munkát, nem is gondoltuk, hogy ennyi tehetséges ember található is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ők közülük kiválasztani azt a tizet, aki ide kerül, nagyon nehéz volt olyan kategória most is, hogy 6 jelöltünk volt, a kuratóriumnak fő a feje is vitatkozunk, aztán pedig azok közül kiválasztani a 10-ből, hogy ki kapjon Prima díjat, és külön díjat ez a másik, mert mindenkinek adhatnánk, aki már a 10-ben benne van, a 10 jelölt között. De hát a szabályzatunk szerint 3 Prima díj és 1 vagy 2 külön díjat adhatunk át. A színes kulturális műsor adta keretben az idei évben Prima díjat vehetett át Magyar Színház Film és Táncművészet kategóriában Horváth Margit színművész, Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában pedig Boronkai Ferencné botanikus. Mindig el szoktam mondani, hogy a teremtő a növények közé tett le a bizonyos gólyával a mesében, és azóta növények között élek, és növények szegélyezik életutamat. Életem azért volt boldog, mert át tudtam adni nem csak a tudást, hanem a szépséget is, mert aki a mostani 50 éves botanikus kertben végig sétált az életünk során, az mind megismerte azt a 2,5 ezer növényt, annak minden csodáját, szépségét, és magával vitte, és mint mondtam, a hitvallásunk az, hogy amit megismerünk, előbb-utóbb megszeretjük, és amit szeretünk, azt már védeni is fogjuk. És én ebben hiszek. A 3. díjazott Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában a Máté Szalkai Szatmár Néptánc Együttes lett. Mögöttünk van 44 év a Szatmár Tánc Együttes mögött. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, hogy azért jól csináljuk a dolgunkat. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy Máté Szalkán ez jól működjön, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a mi régiónkban, a szatmári régióban, meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az egész működjön. És nagyon jó érzés, hogy azért egy vidéki kis város táncegyüttese egy ilyet megélhet, hogy megyei Prima díjat kapjon. Külön díjat kapott magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Marik Sándor újságíró, magyar sport kategóriában pedig Pokrovenszki József atlétikai edző. De átadták az év építésztervező, gépgyártó, gépjárműkereskedő, villamosipari és kereskedelmi vállalkozása címeket is. Az év vállalkozása díját a tulajdonos Budapesten veheti majd át. A gála végén a Szatmár Tánc Együttes meg is mutatta, hogy megérdemelte a kapott elismerést. A megyei Prima gála teljes műsorát december 24-én nézhetik meg a Kölcsei Televízióban.